2011-ben 15 gyerekkel kezdték el a munkát a Filó esélynél, azzal a céllal, hogy Nyíregyházán és vonzás körzetében olyan fiatalok számára biztosítsanak sportolási lehetőséget, akik érettségük, fizikai állapotuk vagy szociális helyzetük miatt nem kerülnek a nagyobb egyesületekhez. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a létszám, ma már 300-an futballoznak az egyesület színeiben, amely a minőségi képzés mellett a tömegsportot is szem előtt tartva szervezi csapatait. Két része is van az egyesületünknek, van az úgymond versenysport része, azok a gyermekek, akik tehetségesek, akkor azok olyan versenyeztetést kapjanak, illetve van a tömegsport része, ez a grassroots része, az pedig az edzésekbe és a saját szintjüknek felelően versenyeztetni, és ehhez kerestünk mi olyan embereket, illetve egyesületeket Nyíregyházán kívül, ahol szintén a tehetséges gyerekek ambíciót éreznek magukba, hogy magasabb szinten is kipróbálhatják magukat, hiszen nekünk az U14-U15 MB2-be szerepel, U17-U19 pedig MB3-ba, ezen kívül ugye a megyei bajnokságokban U16-U14-be szereplünk, illetve számos tornán veszünk részt 13 év alatt is az országban, illetve az országhatáron túl is. A folyamatosan növekvő játékos létszám természetesen szükségessé tette a szakmai stáb bővítését is. Szakmai stáb jelenleg 15 edzőből áll, a kisebb korosztályoknál igyekeztünk segédedzőket is biztosítani. Ezt úgy oldottuk meg, hiszen azért szakember hiány van ebben a szektorban is, hogy az U19-es játékosok, a kiöregedett, illetve jelenleg U19-es játékosok, akik ambíciót éreznek magukba kipróbálni az edzői szakmát is, őket oda vettük magunkhoz, és ők a kisebb korosztályoknál ugye be tudják mutatni, tudják érzékeltetni, mert ezek a kicsik, ezek az agyuk, mint a szivacs, úgymond utánzás után tanulnak, és legyen megmutatva nekik. És ezek közül már ketten felvételt is nyertek idén az MLS Grassroots C edzői képzésbe. Hál' Istennek, tehát ők további szeretnék ezt folytatni a labdarúgás mellett. A Filó Ese a közelmúltban kötött megállapodást a Pozsik Akadémiával. A jövőben így egységes szakmai irányvonal mentén képzik a fiatal futballistákat, akik számára megnyílt az átjárhatóság lehetősége a két utánpótlás nevelő klub között. Emellett létesítmények közös használata és közös rendezvények szervezése is szerepel a megállapodásban.